Párizs, Prága, Bécs és végül Pest. 1848. márciusában Európa népei sorra ébredtek fel álmukból. A forradalom eszméje nemtől és rangtól függetlenül mindenkit utolért. A kastély nyugodt élete is rövid idő alatt felfordult. Özvegy Szentirmait, aki a császár katonájaként teljesített szolgálatot, a kötelesség egyre többször szólította el otthonából. Emma nénitől pedig már minden héten érkezett levél, amiben unokahúgait tudósította a pesti eseményekről. A szentirmai lányokat elragadta az az eszme, amitől az édesapjuk a legjobban féltette őket. Az én drága húgaim. Stefán, hát végre megérkezett. Istenem, jól utazott? Meddig marad nálunk? És Emma néni hogy van? Mária, hagyd szóhoz jutni szegényt. Nézze el neki, kérem, a tavasz teszi. Örömmel látom, hogy önök nem változtak semmit. De kérem, szólítsanak Istvánnak. Magyar vagyok, hát legyen a nevem is az. Már önt is elérte ez az új eszme? Csak nem beállt forradalmárnak. Lívia kedves, megnyugtatom. Nem kezdtem barikádépítésbe. Na de meséljen már! Milyen volt Pesten? Hallott a Petőfit a Nemzeti Múzeumnál? Mindent tudni akarunk. Szóval látták az újságot. Petőfi nem szavalt el semmit, csak beszédet mondott előttünk. Én már csak tudom. Ott álltam a tömegben. Pedig még a pesti divatlap is megírta, hogy milyen felemelő is volt hallgatni a nemzeti dalt. Ne higgyenek el mindent az újságoknak. Lemerném fogadni, hogy még évek múlva is így fogják emlegetni. Akkor mondja, milyen volt igazából? Fantasztikus! Bárcsak önök is ott lehettek volna. Az emberek énekeltek, táncoltak. Senkit sem zavart az eső. Mindenki csak arra gondol, hogy végre szabadságot kapunk. Történelmi pillanatok voltak. Már nem is bánom, hogy nem jutottam el Pozsonyba. És Petőfi? Őt hallotta szavalni? Magának csak az a Petőfi számít? Az csak egy koszos költő, csak a szája nagy. Ha harcra kerülne, a sor egy hetet sem bírna ki. Állítólag még katonának sem volt jó, színésznek sem. A politikához még annyit sem ért. De István, azok a versek! Sorsfordító időkben mi nem megy vele? De mindegy is, nézzék csak! Itáliából hoztam maguknak néhány apróságot ajándékba. István, köszönjük! Gyönyörűek! Mindig is elkényeztetett minket! De most meséljenek önök is. Mi hír a családban? Mennyire más is volt ez a forradalom Európa többi véres felkeléséhez képest. Törvény előtti egyenlőség, szabad sajtó, felelős minisztérium. Követelések, amik végre valósággá váltak. 1848. április 11-én nem csak új alkotmány, de egy modern ország is született. Aztán, mint derültékből villámcsapás, érkeztek meg a hírek Bécsből. Drága húgaim, mindössze 3 hónap szabadság és boldogság jutott nekünk. A császár egyetlen tolvanással eltöröltett több évtized munkáját. Attól tartok, hogy eljött az, amitől mindenki rettegett. A háború. Holnap jelentkezem a honvédségbe. Ma megírt a kedves édesapjuknak, így többet nem írhatok. Kérem, imádkozzanak a hazáért és értünk. 1848. szeptember 2-a. Apák és fiúk vonultak hadba a szabadságért. Egy apró tárgy és a hitük Istenben. Ennyibe tudtak kapaszkodni. Mária nem volt olyan szerencsés, mint Jolán, aki még el tudott búcsúzni édesapjától. A szabadság iránti vágy összekötötte az unokatestvéreket. Máriát is éppen ez fogta meg Petőfi verseiben. Nemzet, hazaszeretet, hűség. Szavak, amiket igazán talán most kezd megérteni. Veletek vagyok.